A te kettőnél nézitek, és éppen a kezünkben itt a Asus Zenfone Zoom van, ami 3000 mAh-rel, 5,5 incses Full HD kijelzővel, és főleg egy nagyon jó kamerával tud majd rajolni, méghozzá 13 megapixel, dual flash, optikai képstabilizátor és optikai zoommal, háromszoros zoommal is tud majd minket itt lenyűgözni, kis lézerfókusszal majd gyorsabban fókuszál, és majd amit még látunk rajta, hogy ilyen bőrhátlap igazából az egész, amit különböző színekben is lehet venni, például akár narancságában is, ami talán nem a legérdekesebb a legtöbb embernek, de akár feketében is, ami talán izgalmasabb, hogyha a fehér már nem tetszik annyira. Menjünk kicsit tovább a készléken körbe, van egy dedikált kameragombunk, amihez egy dedikált videógombunk is van, ez igazából elég újdonság, ilyet nem szoktunk nagyon sokszor látni. Ki is bekapcs gomb, hangerőszabályzó, a hátlapot mindjárt meg leveszem, azért most így néz ki, nem voltam eléggé, hát elég lusta voltam meg rendesen rárakni. Micro USB az alján, mikrofon, és itt látjuk, hogy itt egy kis ilyen pántal majd a karunkra is tudjuk akár rakni. Tetején itt van a felható, jack és a mikrofon, és most le is veszem a hátlapot, hogy ne nézzen ki ilyen furán, hogy megint majd rendesen rá tudjam rakni. Könnyű levenni, és akkor látjuk majd, hogy lehet belerakni egy SIM-kártyát és egy microSD-t is, hogy a belső 32, 64 vagy 128 giga belső tárhelyet tudjuk majd bővíteni is, és amúgy 2 vagy 4 giga RAM-mal is lehet használni, vagy venni a készléket 4 gigával, persze majd gyorsabban fut az Intel Z3580-as processzorral. Itt látjátok már, hogy már nem rakom rendesen rá a hátulját, mert eléggé nyűgös, double tapper megint fel tudjuk ébreszteni az egészet, és itt már is majd mindjárt lehet használni ezt a szép kis készléket, Full HD kijelzővel, amit említettem 5,5 inch-el, elindítom a kamerát, és már is tudnám használni az első, akár 5 megapixeles kamerát itt, beautification-nel vékonyabbra tudom csinálni az arcomat, ahogy itt látjátok például, meg sok minden más funkció is van, de szerintem inkább a hátsó kamera érdekel titeket, amivel majd rá tudunk zoomolni, háromszoros optikai zoommal, különböző dolgokra, most eléggé sötétnek tűnik a terep a háttérben, sajnos, de vannak gyümölcsök, arra, hogyha rázumolok például mondjuk háromszorosan, és azt mondom, hogy csinálj egy fotót, optikai képstabilizátor alkosítja, mozog a kezem, eléggé jól kéne még, hogy lefotózza. Itt még egyszer rámegyek, és akkor látjuk majd, hogyha itt rázumolok, milyen szépen látszanak majd a gyümölcsök, amik ott vannak az asztalon. És hogyha visszamegyek még egyszer a kamerába, látjuk majd, hogy tényleg milyen messze vannak ezek, ti is látjátok ott hátul, azokat fotóztam, van olyan 6-7 méterre az egész. Összesítő másos kamerákkal a G4 hasonló fotót tud csinálni, csak digitális zoommal igazából, csak annak még szebb a képernyője, és persze máshol van az ára, de különben ez itt egy nem rossz telefon, mondanám úgy 3000 mAh, talán az 5,5 incse egy kicsit kicsi lesz majd, hát valahol bele kell rakni ezt a nagy kameratechnológiát, és 12 mm-re nem is olyan vékony, hogyha Z5 Premium, itt látjuk majd, hogy mérete hasonló, de hát persze vastagságra az Asus már nem annyira ideális. Ennyi volt a rövid bemutató videója, itt a Zenfone Zoomnak, ZX551-nek is hívják ML véggel a végén. Ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornánkra, közben néztetek, és sziasztok!